Mindenhol jó, de a legjobb otthon, de mindenhol jó, de a legjobb 3 pontot összegyűjteni idegenben, azt gondolom, ez az igazi mondás a labdarúgás nyelvére lefordítva. Nyíregyházi szöglet tehát. Nagyon jól jön középre a labda, Szűcs nem tudta védeni. Bombafejes volt Abdurrahman. 9. perc, közvetlen közelről jött a labda, a bravúr kapus Szűcs sem tudott menteni. Fákolics teszi tovább a labdát, és ott a második. Zsizmadia borzasztó rosszul helyezkedett, pajzátot ölelgetik, a kapufa is besegített, tökéletes nyitány ez a Nyíregyháza szempontjából. Mosolyog is Sávi József, és ünnepel a közönség. Törtei tehát. Megint! Hihetetlen! Te vagy meg a játékvezető. Korai az öröm. Itt jön a labda. A 35. perc az első félidőben, nyilván innen kapura is vágja Csizmadia, erőből lőtte, középre ment, Balog lépte. Most nem fejjel, hanem lábbal veszélyeztetett, és megint szöglet után a Nyíregyháza. Hát a hosszúra, Szűcs beletenyerelt, lehet lőni, Szűcs véd a rövid oldalon, és a kipattanót megint szögletre menti a védelem. Szluka jó 30-ra a kaputól elvállalja, és ez végre megtornáztatta egy picit Balogot. Nagyon magabiztos a nyíregyháziak kapusa, még aztán nem nagyon volt foglalkoztatva több mint egy fél időn keresztül. És ezzel az újonc Nyíregyháza már 7 pontot szerzett, vagy szerez a bajnokságban 6 fordulót követően. Az hiszem egy újonc csapat számára, amelynek nagyon nehéz volt a sorsolása, és ezzel bebiztosítja a 3 pontot a hazai együttes. Pekár a gólszerző, a csereként beállt Pekár a hosszabbításban szerez egy 3. nyíregyházi gólt. Vége a mérkőzésnek, mondom, teljesen megérdemelt nyíregyházi siker.